Next Radio. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lantai Tamás, azaz Max. Kedves Max Rádió hallgatók, történelmi pillanat következik a Max Rádió életében, mert hogy ami még nem fordult elő soha, de remélem, hogy ez nem az első alkalom lesz, majd mindjárt Krisztit megkérdezem. Szóval nagy szeretettel köszöntöm a vonalban a Mária Rádió szóvivőjét, Mahalik Krisztinát. Szia Kriszti! Szia, szeretettel köszöntelek téged, meg a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy jelen lehetek ennél a történelmi pillanatnál. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább, és erről a kedves hallgatóknak mondom, hogy beszélgettünk erről Krisztivel, és sokkal többször kellene ilyen, hogy fogjanak össze a rádiók, és beszélgessenek. No de, ne rólunk beszéljünk, és a Max Rádióról, hanem a Mária Rádióról. Kriszti, arra kérlek, hogy egy kicsit mutasd be a Mária Rádiót a Max Rádió hallgatóinak, hogy ti hogyan is néztek ki, hogyan épültök fel. Mária Rádióról, amit talán kevesen tudnak, hogy ez nem csak itt Magyarországon létezik, ez egy úgynevezett világcsaládnak a része, több mint 80 országban van Mária Rádió, mind az 5 kontinensen jelen vagyunk, és ennek Olaszországban található a központja, onnan indult el az első Mária Rádió, ott alakult meg, és utána jöttek létre a további Mária Rádiók, itt Magyarországon 16 éve szól most már frekvencián a Mária Rádió. Minden Mária Rádió ugyanúgy működik egy bizonyos szempontból, így a magyarországi is, önkéntesek segítségével. Ez azt jelenti, hogy például a műsorainknak a nagy részét azt önkénteseink készítik el, de nem csak a műsorok készítésében segítenek, hanem nagyon sok egyéb feladatot látnak el. Vannak itt recepciósaink, vannak akik a szerkesztőségen belüli dolgokban segítenek, van több mint 600 futárunk, akik van egy havi magazinunk, ez most már havi több mint 47 ezer példányban jelenik meg, és a futáraink ezeknek a magazinoknak egy jó részét elviszik azoknak az embereknek, akik feliratkoztak erre a magazinra, ez egy ingyenes magazin, és akkor így a posta helyett bejönnek ide az önkéntesek, elviszik a magazinokat, és így egy kis személyes kapcsolatot is tudnak építeni az emberekkel, amiből nagyon különleges dolgok születnek. De ezen kívül a műsorhoz kapcsolódóan nem csak műsorkészítő vagy riporter önkénteseink vannak, hanem vannak technikusok is, akiknek szintén nem tudnak működni. Vannak itt házon belül technikusok, vannak, akik külső helyszínekről közvetítenek. Tehát nagyon-nagyon sokféle, nagyon szerteágazó feladatot látnak el az önkéntesek, és mi munkatársak pedig tulajdonképpen abban próbálunk segíteni, hogy ezeket a folyamatokat koordináljuk, hogyha valamiben elakadnak, akkor támogatást nyújtsunk, tartjuk a kapcsolatot a többi Mária Rádióval, illetve a világcsaláddal, és akkor így próbálunk együtt működni, mint egy család, és így is hívjuk egyébként magunkat is, meg a hallgatókat is hallgatói családnak hívjuk. Fantasztikus, amit létrehoztatok együtt, több ezer önkéntesetek van, viszont van egy kis egyezőség a Max Rádió és a Mária Rádió között, mert hogy ti is függetlenek vagytok, de hogy hogyan és miképpen, mitől vagytok függetlenek, azt szerintem te most majd el fogod nekünk mondani. Így van, ha valaki meghallja, hogy Mária Rádió, akkor valószínűleg arra asszociál először, hogy hát akkor ez az egyháznak valamilyen rádiója, és nem olyan szempontból nem téved, hogy alapvetően a Mária Rádióban az egyház, a katolikus egyház tanításaival egyező dolgokkal foglalkozunk, ugyanakkor ilyen szempontból nem függünk az egyháztól, hogy nem az egyház tartja fönt a rádiót, tehát nem kapunk állandó támogatást sem az egyháztól, sem pedig az államtól. Tehát ilyen értelemben vagyunk függetlenek, a működésünk azt hiszem, hogy elég unikális, ugyanis a hallgatók önkéntes adományaiból finanszírozzuk a működésünket, a hallgatóink azok, akik hónapról hónapra összeadják azokat a költségeket, amiből mi aztán fedezni tudunk mindent. A szerkesztőség működtetését, az adóberendezéseket, a különböző pályázatokat, a magazint, tehát, hogy tényleg minden attól függ, a mi egész működésünk, létezésünk attól függ, hogy a hallgatói családnak van-e igénye
arra, hogy mi tovább folytassuk a munkánkat, és hogy van-e arra lehetősége, hogy ezt adományokkal is kifejezze. Nem semmi, amit létrehoztatok, viszont 2022 a tanúságtétel éve, és ezzel kapcsolatban vannak tematikus programok. Mesélj nekünk erről egy picikét. Minden évben van egy nagy téma, amit megpróbálunk egy kicsit körüljárni, ezt már előző év szeptemberében kiszoktuk nagyjából találni. Most ezt a tanúságtétel évét, ezt a tavaly szeptemberben lezajló Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hívta életre. Ott hallottunk nagyon sok különleges tanúságtételt, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki megosztja a saját legszemélyesebb tapasztalatait egy adott témával, a hitével kapcsolatban, és azt éreztük, hogy ezek nagyon erősek voltak ezek a témák, nagyon sok fontos kérdést jártak körül, és szerettünk volna ehhez mi is kapcsolódni, és Erdő Péter bíboros úrnak volt egy prédikációja, amiben ezt a témát ő is kiemeltként kezelte, és mi ehhez kapcsolódtunk hozzá. És akkor minden hónapra választottunk egy kisebb témát, hogy akkor mi legyen ez a témakör, amiben az adott hónapban a tanúságtételeket közzétesszük, vagy amit kérünk a műsorszerkesztőktől. És ilyen volt például februárban, házasság, a család volt a téma, és februárban szokták megrendezni az úgynevezett házasság hete rendezvény sorozatot is, és erre a rendezvény sorozatra mi egy kerekasztal beszélgetéssel készültünk, aminek a Vígvarjú étterem adott helyet, és az annyira jól sikerült a beszélgetés, hogy arra gondoltunk, hogy hát akkor ez ne egy egyszeri alkalom legyen, hanem indítsunk el egy beszélgetés sorozatot. És egy kicsit lépjünk ki a szerkesztőségnek a keretein belülről, ne csak rádión keresztül kommunikáljunk, hanem tartsunk rendezvényeket, ahová el lehet jönni személyesen, hozzá lehet szólni, lehet kérdezni, hogy tényleg egy közösségi alkalommá válhasson ez a beszélgetés, hiszen ugyanúgy fel tudjuk venni a rádióban, ugyanúgy le tudjuk játszani, tehát ilyen szempontból nem veszítünk semmit, de nyerünk sok mindent azzal, hogy tényleg személyesen találkozhatunk és beszélgethetünk. És ennek a következő állomása lesz majd májusban. A májusi témánk az az életvédelem, illetve az emberi méltóság lesz, és ehhez kapcsolódóan május 10-én, ez egy keddi nap, este 6 órakor, nagyjából 6-tól 8-ig szervezzük a következő beszélgetést, aminek a helyszíne a MOM kulturális központ lesz, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni azt, hogy erre lehetőséget adnak nekünk. A beszélgetésnek a témája, úgyis hát a címe az az lesz, hogy az én testem, vagy a te életed. Talán ez az egyik olyan kérdés, amit a legtöbbet lehet hallani ebben a témában, hogy most akkor mi az erősebb? Az a magzat, aki már megfogant, és az ő élethez való joga, vagy az, hogy az anyának van önrendelkezési joga, ez az ő teste, és ő dönthet arról, hogy hogyan szeretne tovább lépni az életében. Ez lesz a téma, amivel foglalkozunk, és mielőtt valaki megijedne attól, hogy hú, akkor itt most egy ilyen nagyon erős és határozott egyházi tanítást fognak majd hallani ezen a beszélgetésen, ez nem így lesz. Arra törekedtünk, hogy minél több oldalról megvizsgáljuk ezt a kérdést, és hogy ez tényleg egy beszélgetés lehessen, ahol helye van a kérdéseknek, a kételyeknek, a különböző nézőpontoknak. Úgyhogy a beszélgetésen többen fognak majd részt venni. Az egyik Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita atya lesz. Ott lesz velünk dr. Bálint Balázs, aki szülésznő gyógyász. Ott lesz dr. Frivalcki János, jogfilozófus egyetemi tanár. Katona Andrea, aki a Fészek Alapítvány kuratóriumának az elnöke, illetve Rojkovics Bernadett, aki pedig a Magyar Bioetikai Társaság elnöke. És nem csak a résztvevőknél, de a moderátornál is arra törekedtünk, hogy valaki olyan legyen, aki jól ismeri a témát, úgyhogy dr. Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet alapítója lesz, aki vezeti ezt a beszélgetést, és akkor megnézzük, hogy az emberi élet az tulajdonképpen mikor kezdődik. Mit mond erről a jog, mit mond az etika, mit mond az egyház, mit mond róla egy orvos. Tehát, hogy ezeket a különböző szempontokat járjuk majd körbe ezen az eseményen, ahová egyébként szeretettel várunk mindenkit. Ez legyen akkor ezúttal egy meghívás is. Ez egy ingyenes esemény lesz, ingyenesen el lehet jönni, ami viszont fontos, hogy regisztrációhoz kötött. Mert hogy látnunk kell, hogy hányan szeretnének eljönni, mert a teremnek a befogadó képessége az véges, úgyhogy aki szeretne részt venni
ezen az eseményen, az a Mária Rádió honlapján keresztül tud jelentkezni. Az Én testem vagy a te életed címen található egy írás, ott fönt vannak ezek az információk, amiket én most elmondtam, és ott lehet regisztrálni az eseményre egy egyszerű űrlap kitöltésével. Oké, egy kérdés. A résztvevők azok majd kérdezhetnek, vagy például megismerkedhetnek a Mária Rádiónak például a szerkesztőivel? Igen, lehet majd kérdezni, ez abszolút interaktív lesz, két része lesz a beszélgetésnek. Az elsőben a moderátor az, aki készül néhány kérdéssel, hogy kicsit felvezessük a témát, utána tartunk egy szünetet, a második részben pedig azokra a kérdésekre fognak válaszolni az előadók, vagy a beszélgető társak, amiket megfogalmaznak mind a résztvevők, mind pedig online is lehetőség lesz bekapcsolódni, mert a Mária Rádió Facebook oldalán élőben fogjuk közvetíteni ezt a beszélgetést, úgyhogy ott is folyamatosan kommentekben lehet majd kérdezni. Valószínűleg nagyon sok kérdés fog érkezni, és nem lesz mindenre idő, ez volt a korábbi tapasztalat, de igyekszünk ilyen csoportokba rendezni a kérdéseket a szünetben a moderátor segítségével, és akkor az második felében pedig arról lesz szó, ami a témán belül tényleg érdekli a hallgatóságot. Ott leszünk mi is, mint a Mária Rádió munkatársai, úgyhogy egyébként, akinek akár a Mária Rádió felkelti az érdeklődését, velünk is találkozhat, és szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Oké, én nagyon sok sikert kívánok nem csak ehhez a rendezvényen, hanem egyébként a ti munkátokhoz is, és azt hiszem, hogy akár egy ilyen beszélgetésre én legalábbis vevő vagyok a jövőben is, Kriszti, mit szólsz hozzá? Én nagyon örülnék neki, én élveztem a beszélgetést, és én is remélem, hogy akkor ez a jövőben folytatódhat majd ez az együttműködés. Oké, kedves Megszárdió hallgatók, az elmúlt percekben a Mária Rádió szóvivőjét, Mahali Krisztinát hallottátok a Megszárdióban. Kriszti, még egyszer nagyon sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és további szép napot kívánok neked is, a hallgatóknak is. Köszönöm szépen, szia! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Turn it up! Yeah! Ez a Max, a kedvenc online rádióm.